Sziasztok! Elérkeztünk a Corona The Crown 6. évadának első felé, ez a utolsó évad, ez a 6. évad, és nagyon sokáig nem akartak a készítők megcsinálni, és csak úgy terveztek annól, hogy inkább csak 5 évad legyen. Sajnos érződik is ezen a 6. évadon, hogy ez már ilyen nyögvenyelős alkotás, és már az előző évadnál is voltak bajaink, kritikáink, és ezt az én bemutatómban is láthatatok, hallottatok, és egyébként a legtöbb helyen hát nem annyira kedvelték, mint az előtte lévő, egyébként szerintem a csúcsát képező 34. évadát ennek a szériának, de már az első két rész is, vagy évad is nagyon-nagyon szuper volt. Az a gond a 6. évaddal leginkább az igazság, először kezdjem a negatívokkal, hogy nagyon egysíkú, nagyon egyoldalú olyan szempontból, hogy nem látunk most igazán globális szinten. Az előző évadban is még, ahol már ebből kevesebb volt, még mindig voltak globális elemek. De inkább az első 4 évadban láthatatok azt, hogy úgy ismertették meg velünk a koronának a problémáit, és a koronának a felelősségét úgy általában, és az emberül a személyesebb, illetve emberibb sorsokat a családon belül, és a különböző karaktereket és azok életét, hogy közben volt egy epikusság, egy globális, vizuális és gyakorlatilag ilyen történelmi szkóp, ahogy az angolok mondanák, ilyen látvány és ismertetés, de nem didaktikusan, hanem tényleg ilyen élvezhetőbb, drámai módon, és nagy részt az első néhány évadnál még voltak benne reálisabb elemek is, majd a 4. évadtól kezdve már költöttek is hozzá a készítők. De a lényeg az, hogy egy sokkal egyedibb, érdekesebb metódus volt, ahogy megoldották az évadok felépítését. Az évadok ugyanis ugye úgy voltak felépítve, ezt már korábban is említettem, hol jobban tetszen, hol nem annyira jól megoldva, de a lényeg az volt a különböző évadokban, hogy egy-egy epizód sokszor egy-egy személyre összpontosított, de mindegyik epizód ugye más és más személyre, ezen kívül az utolsó néhány epizód pedig a korona a legnagyobb akkori problémája. És ugye azokat hogyan oldják meg, vagy hogy tud túl tenni rajta, és túl lenni rajta, úgy például Erzsébet királynő, vagy körülötte lévők, hogy abban se a család, se a nemzetre nézve ne legyen kár semmilyen módon, se erkölcsileg, se akármilyen egyéb módon. És ez miatt változatosabbak voltak az évadok. Emlékeztetünk a 3.-4. évadnál egy csomó dologra, és a 4. évadnál, ahol bejött Diana, vagy Diana hercegnő, ő nem az egyedüli fókuszpontja volt a történetnek, de egy fontos főszereplője. Ez való igaz, de nem ő volt az egyedüli, hanem ott volt ugye Thatcher, ott volt továbbra is második Erzsébet, aki szintén fontos szerepkört töltött még be, és a többiek is lehetne sorolni. Viszont az 5. évadtól, és főleg most itt a 6. nagyon le van csupaszítva egy szára, Diana szálára, és emiatt egyrészt unalmassá válik, véleményem szerint egy kicsit, és elhúzott, mondtatottá válik ez az évad például, de már az előző évadnál is érezhettük ezt. Ezen kívül kicsit már néha túllépnek a dolgokat, és túl dramatizálják a dolgokat, szerintem. Egyébként ez volt mások véleménye is, akiket körbe kérdeztem nemrég ismerősöket, hogy kicsit túl van nyújtva a dolog, és akár a mai napig el lehetne hozni, húzni idézőjelben a történéseket ebben az évadban is, hogyha ugye kevesebb játékidőbe erre a sokak által jól ismert, és már a Királynő című 2006-os, vagy 5-ös, 2006-os filmben látott Helen Mirren nagyszerű alkotásával alakított Erzsébet királynős filmben, ugye gyakorlatilag ezt már átérhettük, amit itt láthatunk. Ugye nem igazán spoiler a történeteket illetve mert még csak az eleje is gyakorlatilag ennek az évadnak, ami 10 részes lesz, és hát most ebből csak 4 részt láthatunk az első szeletben. Tehát ugye Diana-nak a tragikus végű életét mutatja be az utolsó fél évet körülbelül. Illetve Dodi karakterét is jobban megismerjük még inkább ebben az évadban. Egyébként az ő alakításuk mesteri, tehát azon nincsen probléma, szerintem rohadtul természetesen hat, mint főleg talán Dodié, de egyébként a Diana karakter is nagyon jól el lett játszva Elizabeth Debicki által, de Dodit játszva színész is nagyon szuper volt. Szerintem ő nagyon hozta azt a feeling, egyébként az apja nélkül nehezen dönteni tudó egyént, aki által valójában is volt, és aki Diana iránt is nem tudta pontosan, hogy igazán mit is érez, legalábbis erről olvasni sokat.
Aztán, hogy valójában így volt ez, azt tudnám, aki ott volt velük ketten, amikor vitatkoztak, vagy éppen nyaraltak, és hogy látta, hogy milyen volt a kapcsolatuk valójában, igazából négy szem köz, de hát ezt csak ők tudhatják. Ezért, amikor kritizálják ilyen szempontból szerintem a sorozatot, az kicsit nem fair, unfair, hiszen a valódi dolgokat azt ők tudhatnák. Ők mesélhetnék el, de hát sajnos már nem élhetnek ugye a balesete okán, amit szintén bemutat a sorozat ebben az évadban, és annak az utolatásait az utolsó negyedik részben, és a folytatásai majd december 14-én bocsánat, érkezik, ha jól emlékszem. Ami a további 6 epizód, ami az utóéletét mutatja be annak, hogy sajnos Diane nélkül mekkora veszteség volt az egész országnak, világnak, és a családnak hogyan a család hogyan képes ugye túlélni ezt a korszakot. Aztán pedig láthatjuk majd elvileg azt, hogy ugye Vilmos herceg és Kate találkoznak, összeállásodnak, illetve még állítok Kamila és Károly esküvője is előkerül az évad vége fele. Én azért nagyon remélem, hogy majd lesz egy tiszteletadás második Erzsébet előtt, azok után sajnos már ő is elment. És sajnos ezen kívül ez a négy rész nem sok mindenről szól. Nagyon jól játszanak a színészek, és egyébként nagyon jól átozták azt szerintem, ami sajnos igazából majdnem közvetve, vagy bocsánat, közvetlenül oka volt elvileg Diana-ék halálának, a paparazzinak a hatalmát, erejét és örületes idegességét, amit okoz ennek a két párnak, és hát igazából másoknak is. Ezt szerintem egész jól áthozta. Tehát én már mondtam volna, már ideges voltam, ütöttem volna le az összes motorról a paparazzók ezreit, vagy állítottam volna a rendőrséget. Érdekes, hogy akkoriban úgy lesz, hogy nem volt jellemző, hogy kísérjék a fontos személyeket. Igaz, hogy ő már elvált, és már nem hivatalosan, vagy hát hivatalosan már nem a királyi családnak a tagja, ha jól emlékszem. De attól még, hát akkor is a jövőbeli király anyukája, Diana, tehát szerintem őrizet kellett volna. Hát ez, hogy nem volt, ez egy hatalmas hiba volt. A másik a nagy hiba az volt ugye, hogy iszatosan kapkodtak a hülye paparazzók miatt, és háromszor gyorsabban ment tört előre az autóval az egyébként amúgy is üttas sofőr. Úgyhogy ezek sajnos biztosan okai voltak ennek a tragédiának, meg az is, hogy valószínűleg a legrosszabb pontban, szögben ütköztek az alagút falának. Valószínűleg Dodi azonnal, mert ő gyakorlatilag szinte azonnal meghalt, valószínűleg azon az oldalon ütköztek. Még Diana-t próbáltak ugye megmenteni, de sajnos a kórházban már nem lehetett, nem sikerült. Olyan belső vérzései, törései voltak nagy, gondolom nagy területen, nagy mennyiségben, és sajnos nem volt megmenthető. És emiatt én nagyon sajnáltam az ő karakterét már az előző egy-két évadban is, mert látszott az, hogy az ő sorsa, az nem ez kellett volna legyen. Viszont, hogyha nem ez lett volna a sorsa, akkor nem is ismerte volna meg a világ valószínűleg ennyire. Viszont akkor nem kapott volna 10 000 paparazzót, és így akkor valószínűleg ma is élhetne. Bár teljesen más karriert járt volna, más lett volna az életútja. Ugye közvetve bizonyos szempontból sajnos a családot is felelőssé lehet tenni, mert amikor Károly már 14-8 évesen gyakorlatilag beleszeretett Kamilába, 20 éves kor körül, aki talán néhány évvel idősebb amúgy, ők nem engedték akkor még, hogy ebből kapcsolat legyen. Később már annyi válást láthattunk azóta is, és még akár manapság is a királyi családban, és ez nem okoz gondot, de akkorban ez még nagyon nagy konzervatív hatásra nagyon nagy gond volt, és ez okozta azt, hogy utána durva módon és ironikus módon pont a királyi család ösztönözte igazán, hogy Diana egy nagyon jó jelölt, hiszen félig meddig nemesi származású család, nem ismeri még igazán senki, egy kicsit bensőségesebb, szerényebb karakter, aki kicsit magának való, annak erre egy később ugye azért imádta a nép és az egész világ, és ő is azért tett gesztusokat, de láthatóan ő egy kicsit magába zárkózó személy, ahogyként Károly is. És a királyi család az mindenképp összekérte, hogy jöjjenek össze, ez meg is történt, viszont később pedig ők nem szerették eléggé láthatóan, legalábbis az utóhatásaival. Persze ott a vállás meg minden, de hogy annak ellenére, hogy ők vitték be igazából a kapcsolatba Diana-t, és mondhatnám majdnem azt, hogy erőltették rá Károlyra. Később ők is tolták el inkább jobban maguktól. Tehát én ezzel mondom azt, hogy,
hogy ha ez nem történik meg, ugye akkor nincs a baleset sem. Tehát viszont a közvetlen felelősük azok véleményem szerint a paparazzi, mert végig ebben az évadban üldözték, már engem idegesített, nem hogy őket valójában valószínűleg mennyire idegesítette, ez a rohadt sok fénykép, viszont ki a seggedbe meg az arcodba nyomta a fényképet azért is közben üvöltött, hogy Diana, nézz elején, nézz felém. Szóval ide őrítő, idegesítő lehetett. És emiatt ugye ők még kapkodtak is, tehát nem is nagyon érdekelte éppen az egyik képviselőket az, hogy hú, hogy éppen a kocsmából jön, mert azt látta, a kocsmából jön a sofőr, az volt a lényeg, minél hamarabb elinnem. Tehát már annyira felhúzta őket, és a közvetlen munkatársakat is, hogy egyszerűen a kapkodás okozta a vesztét ennek a párnak. És az a pár ugye első kérdéskör ennél a sorozatnál, hogy összeásolott-e volna, később egy ideig biztos, hogy nem, én abban vagyok biztosan, és azt próbálja ez az évad is sugallni, hogy még egy ideig legalábbis biztos, hogy nem házasodtak volna össze, igazából barátként váltak el utolsó lakhelyüktől Párizsban. És arról volt szó, hogy továbbra is barátok lesznek, bár mondjuk azért volt pár csók, szóval ez ilyen érdekes barátság. Minden esetre a lényeg az, hogy házasságról még elvileg nem lett volna szó. És ezt értette félre, akar vagy akaratlanul is, Dodi apja, aki utólag is mindig azt mondta, hogy összeásodtak volna. A sorozat szerint erre csak utalgatott Dodi, mivel elvileg kikosarazta egy ideig legalábbis Diana, valószínűleg biztos nem ásodtak volna azonnal össze. Bár már a Gyűrűt is megvette neki, hogy most ez pontosan hogy történt, hát ugye ez azért fikciós drámai sorozat valósághoz, történelmi személyekkel, de hát ezt nem tudhatjuk, de szerintem ezt viszonylag jól megfogták amúgy. Nekem tényleg csak az nem tetszett, hogy túlontúl egy csikú volt eddig, majdnem a feléig ez az évad, nem bizakodok, hogy a másik fele az majd jobb lesz, és ami viszont hatalmas hibája még az előző évadokhoz, még az előzőhöz képest is, hogy alig szerepel benne konkrétan, alig szerepel benne második Erzsében. És szerintem ez hatalmas hiba, hiszen nagy részt ő róla szól, és arról, akinek a korona fején van, és a korona súlyáról is szól. Ami ebben az epizódban is végülis benne van Dodiék vállán teherként, ha úgy nézzük. Hiszen ami hírnevet, ott népszerűséget ott szereztek azáltal is, hogy a királyi családtagé voltak, és hogy mindenhol ott voltak a tévében, az sajnos nagy negatívunként ott súlyozódott a vállukon, aminek a következménye a tragédia is lett. Tehát a korona felelőssége, amiről azért az egész sorozat szól, az egy nagyon fontos dolog, mert bizonyos szempontból nem jó ám a királyi család tagjainak lenni. Azért, mert egyszerűen egyrészt megszabják a szabadidődet, amit már láttunk az előző évadoknál is, másrészt mindenféle paparazzik, illetve újságok, média figyelem, ez örökre kerül. Nem tudsz önmagad lenni sokszor más szinte is. Ha nem tudod rendesen feldolgozni a dolgokat, mindig csak majd a másoknak a véleményére fogsz figyelni, és nem arra, hogy igazából mi hogy viselkedj. Mindent megszabnak, megszab a reguláció, a szabályozás, a saját konzervatív szabályok sora, ami a királyi családon belül van, de ugyanígy vannak a média felől szabályok, ugyanígy vannak a köznév felől szabályok. Hogyan mutassam ki magamat a köznév felé, hogyha én uralkodó lennék? Ez is egy nagyon érdekes kérdéskör. Egy idő után ez mindez a sok dolog, ami rávetül a vállamra súlyként, a korona okán. Ez vajon hogyan fog engem megváltoztatni? Más ember leszek-e? Tehát itt nagyon sok kérdéskör van. Tehát sokan azt hiszik, hogy tök jó királynak, királynőnek lenni, a királyi családtagjának lenni, de ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Maximum azoknak jobb egy kicsivel, akik a háttérben vannak, és a királynő unokatestvérének az unokatestvérei, vagy mit tudom én, és már Ausztráliában élnek. Aztán vannak már ilyen rokonok. Tehát talán nekik jobb a helyzetük, de nem biztos, hogy olyan hú, de sokkal. A helyben, Ausztráliában lehet, hogy nekik is vannak problémáik, amit a média okoz, a nagy hatalmas nyilvánosság az, hogy nem csinálták azt, amit szeretnének. Persze lehet mondani, hogy minden ingyen van nekik, az adófizetők fizetik gyakorlatilag. De ezen kívül az életük bizonyos szempontból korlátozott és megkötött. És Diana is igazából szerintem ennek a súlya okán egy ilyen tragédia mellett túl korán kellett, hogy elmenjen. És ezt jól bemutatja, ez az évad is. Sajnos nem sajnos, viszont ezen kívül én nem tudom azokat elmondani, amit az előző évadoknál tudtam volna, hogy hú, ez a szál milyen érdekes volt, ez a rész, például még az előző évadnál is, amikor meglátjuk, hogy Dodi apja, illetve aztán később Dodi hogyan emelkedik fel a semmivel. Egy egész epizódot erre
szántakra, és itt ilyeneket nem látunk. Jól játszik egyébként Dominic Westent, ebből van, mint előző évadban, ugye Károlyként, tök jó, ugye továbbra is imád a Staunton, ugye második Erzsébetként csak alig látjuk. A férje is tök jó, de őt is alig látjuk, az idős, jaj, akartam Fülüp Herceget. Egy csomó embert alig látunk, akit látunk főleg, ők jól játszanak, Dodit nagyon jó, Dodit nagyon jól alakítja a színész, ugyanígy Elizabeth Debicki nagyon jól alakítja, Diana-t, a manírjait, az akcentusát mindent átvett, és hát külsőleg is nagyon hasonló, 90-95%-ban. És ugyanez mondható el, ugye a Károlyt játszott, mondjuk Wester is sokat fejlődött, sokkal jobb szerintem, mint az előző évadnál volt. Ez tök jó, tehát színészileg nincs baj. Azzal, hogy ezt a paparazzi ügyet kezelték, szerintem sajnos, nem sajnos, azt is jól bemutatták. Viszont ezen kívül mit tudnék mondani? A zene az szerintem hátralépés egyelőre, ha csak nem javul majd a következő hat részben, pedig mindig volt egy nagyon jó téma, amit szépen építgettek. Volt két-három főbb témája is a szériának, azt is minden évadban egy kicsit máshogy hallhattuk, eddig ilyeneket nem nagyon lehetett hallani. Hát egy variációja volt az egyik fő témának, de hát közel nem volt olyan erőteljes, mint a talán zenéleg csúcsot képviselő negyedik évad, vagy a harmadik akár. De szerintem az első kettő is jobb volt zeneileg. A fényképezés jól néz ki, látszik, hogy mennyi sokat költöttek a szériára, de hát mennyivel jobban nézett ki a korábbi évadokban, mennyire változatosabb volt ilyen téren is egyébként a sorozat. Hát nem is tudom, hogy mit tudnék igazán olyan sokat mondani. Persze jelmezek, minden nagyon szép. Az, hogy eredetileg látszó helyszíneken forgattak, ami ugye legtöbbször egyébként nem az eredeti helyszín volt természetesen. Egy csomó dolog, de ezek külsőséges elemek maximum. Meg az, hogy jól játszottak a színészek egyelőre, és egész jól fogták meg a Diana-nak a drámai oldalát, de négy részen át, szerintem már kicsit sok. És sokan kritizálták a negyedik évadban, illetve hát olyan szempontból kevés, hogy nem kapunk más szálat, viszont sok az egy szálból. Nagyon sokan kritizálták a negyedik részt az évadban, hogy jaj, előkerült szellemként Diana és Dodi is. De szerintem ezekkel jelentekkel semmi baj, nem az a fő problémát, hanem az, hogy amit elmondtam, és amik nem voltak ilyen az előző évadoknál, az, hogy most idézőjelben szellemként megjelentek, ami előbb hülyeség, mert nem szellemként jelentek meg. Gyakorlatilag a szereplők, Dodi apja és Charles, tehát Károly, igazából majdnem önmagukkal és a lelki ismeretükkel beszélgetnek, hogy észrevegyék utólag, ha mégis, de utólag, hogy mi az, amit esetleg elhibáztak, és hogy mi az, ami szerintük az ő vállukat terheli a tragédiában. És igazából ezzel beszélgetnek, ezzel vitatkoznak, ez nem olyan szelleme Diana-nak vagy Dodinak, mint amit mondjuk a nemrég szintén láttam bemutatott, ugye Hill House szelleme sorozatban láthattunk meg annyiszor. Ez teljesen más, ez egy művésziebb jelenet sor volt mind a kettő, semmi más. Tehát ezt megint felfújták, igazából önmagukkal, lelkismeretükkel beszélgetnek. Tehát ez nem lett sci-fi, nem lett horror, nem lett thriller, nem lett modernizált elem a sorozatban. Ettől egyiket összesen talán 3-4 perces dupla jelenettel, tehát viszont olyan szabon meg hatásos, hogy igen, átérezhetjük azt, hogy igen, hát mind a két közeli jelokon az mindenképp hibázott. Megrészben az ő családjuk is, és ha nem hibáznak, akkor valószínűleg elkülönhető lett volna egyébként ez a tragédia. Ez olyan felfújt volt, hogy jó, szellemként megjelennek, én szerintem. Jó, az mondjuk érthető, hogyha persze Vilmosék ezt mondják, mert nekik volt a legközelebbi kapcsolatú gyakorlatilag Károlyon kívül. Diana-hoz is, hát még mai napig a tragédia az sújtja őket, azt hiszem. De úgy a sajtónál ezt már baromságnak értem igazság szerint, amit mondtam. Mert itt ez egy kontextusban van ez a jelenet, tehát nem hiába ilyen, amilyen. Ez a művészi sajátja a dolognak, elvileg nekik kéne ezt igazán átlátni, és tudniuk, nem nekem kéne elmagyarázni, de hát mondjuk a 20, hát most olyan 20 évnyi sorozat és filmes tapasztalataim már olyan szempontból nézőként, persze ezt láttatják, de nekik is kéne, akik hivatalos kritikusok, azért kapják a fizetésüket, nem is keveset hozzánk képest. És nem látják azt, hogy ez egy művészi elem, és egy lelkiismereti hatás.
nem konkrétan a szellemükről van szó igazság szerint, hanem amit már addig is láthatunk Dodira, hogy mit mond az apjának, vagy mit mond Diana felé, azt visszakapják haláluk után igazából a emlékezés kép igazából. A karakterek ugyanígy Diana, amit mond Charlesnak, azt már korábban is megbeszélték korábbi évadokban során. Ez nem újdonság, hanem ez most vetül ki, most jön ki lelkükből, lelkiismeretükből, hogy hoppá, talán én is hibás voltam emiatt és amiatt. Tehát ezt nem értem, hogy ezt hogy nem vették észre a kritikusok. A filmben tehát nem ez a fő baj, hanem amit említettem. Vagy az évaddal, fél évaddal. Úgyhogy bizakodok, hogy a következő fél évad az jobb lesz. Összességében ezen kívül nem tudnám, mit tudnék elmondani, tehát olyan más nem, ez a durva. Nem is volt persze sok ez a négy rész olyan szabadból, hogy történések sora, az nem nagyon lehetett, egyszerűen nem volt elég játékidő. És rövidek is voltak a részek, 50 perc volt egy csomó rész csak, még korábban több mint egy órás rész, epizód részek voltak. Tehát csalódás keltő. Én úgy érzem egy kicsit, mint a készítők el akarnak ezt már nagyon engedni, ezt a szériát, és itt az ötödik és itt főleg a hatodik évadnál azt hiszem, hogy megcsinálják a kötelező köröket, de nem biztos, hogy többet. És nem is akartak többet, én attól tartok, de én ezt érzem. Ne legyen így, de meglátjuk, hogy a másik fele, kicsit több, mint fele az évadnak majd hogyan telik, ez a hat rész, de nekem egyre ez nagy csalódás. Tehát itt is az van, hogy nagyon jól indul az egész, és a végére valahogy a készítők beleunnak, elengedik a kezükkel a alkotásukat. Én ezt érzem. Csak tudjuk lámolyan, hogy gyorsan, azt jó van. Menjünk tovább, mert már vagy meguntuk, vagy mert azt tudták meg, hogy támadták ezért azért a szériát korábban is. Nem tudom. A lényeg az, hogy látszik ez. Legalábbis én így érzem, hogy egy kicsit készítők elengedték ezt a szériát, és emiatt olyan nagy a színvonal esés az előző, és főleg a mostani évadnál az első négy évadhoz képest. Úgyhogy én itt akartam mondani egyről erről a fél évadról. Búcsúzom tőletek, és köszönöm a figyelmet, és hát majd visszatérünk a második felére is a szériának egy újabb kis véleményezős videóval. Addig is búcsúzom tőletek, és nézzétek meg a többi évad ismertetőt, ha esetleg érdekelteket, mint fönt van, és aki támogatni akarja a csatornát, az lehet tag, azáltal most például új Diablo 4-es videókat kap már, az aki bent van Márk, például köszönjük még egyszer Márknak a tagságot, hogy bevállaltad és hogy támogatsz minket. Mi meg videókkal támogatunk, illetve majd még egyéb más dolgokkal is, és titeket is, ha tovább tagok jönnek, ők is előbb láthatják majd a videókat, illetve majd lesz nyereményjáték sorsolás, majd kérdezfelelek is, de ahhoz még többen kell legyetek, mert egy emberre nem akarok kérdezfelelekni, meg kettővel értelemszerűen, hogy minél több kérdés legyen. Úgyhogy mindenkit várok szeretettel, a Patreon is tudtok támogatni, a PayPal-on is tudtok támogatni, ezek ott vannak nagy részt linkben, meg van külön videó is némelyikről, illetve csatlakozhatok a Twitch csatornánkról, szintén támogathattok minket, mint követő, később majd lehet feliratkozni is, hogyha megvan az 50 követő, és ott is jönnek az élő videók, amik majd később átkerülnek a YouTube-ra is, de élőben és egy ideig egy darabig ott láthatjátok csak őket. Hamarosan egyébként folytatódnak azok a videójáték végigjátszások, amik már annó Kikken és Twitch-en elkezdődtek, csak most majd a Twitch-en fogjátok mind látni, és később pedig átkerülnek majd a YouTube-ra. Köszönöm még egyszer a figyelmet, úgyhogy tőletek, sziasztok!